F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő úrral beszélgettünk arról, hogy a parlamentben a héten nagyon fontos döntések születtek. Az egyik döntésnél ön volt a vezérszónok. Mi volt ez az előkészítés, és mi volt a legfontosabb döntés a héten? Nagyon sok fontos döntésről dönthetett a parlament. Az egyik tényleg nagyon fontos döntés volt, hogy a tavasszal meghozott hiteltörlesztési moratórium fél évvel meghosszabbodik, hiszen a járványhelyzetben nagyon sokan kerültek nehéz helyzetben, munkahelyi válság, elvesztették a munkájukat, nagyon nehezen ment a vállalkozásuk, nagyon sok problémát okozott ez a válsághelyzet, és a hiteltörlesztési moratórium azt jelentette, hogy idén év végéig felfüggesztettek minden vállalkozási hitelt, minden személyi hitelt, hogyha kérte az ügyfél, bocsánat, nem is ha kérte, hanem automatikusan azt kellett kérni, hogy ne lekerüljön felfüggesztésre. És mivel a járvány még tart, még nincs vakcina, még emelkedő a járvány tendenciája, úgy döntött a parlament, hogy még fél évvel meghosszabbítja azoknak a társadalmi csoportoknak, azoknak az érzékeny társadalmi csoportoknak, nyugdíjasok, gyermeket nevelők, nehéz helyzetben lévő vállalkozóknak, akik igénylik továbbra is ezt a hiteltörlesztési moratóriumot. Bízunk abban, hogy meg lesz a vakcina, a gazdaság visszakerül a régi megszokott fejlődő tendenciájára, és akkor már ugyanúgy tudják fizetni a hiteleket, de míg ez nem történik meg, addig meg lesz hosszabbítva ez a hiteltörlesztési moratórium jövő év közepéig. Most ebben a módosításban, a meghosszabbításban van-e lehetőség arra, aki ezen túl szeretné kérni? Eddig úgy gondolta, hogy tudja fizetni, és most került olyan helyzetbe, erre lesz a lehetősége? Így van mindenképpen, hiszen ez automatikus, a hiteltörlesztési moratórium. Aki eddig azt kérte, azt kellett kérni, hogy fizesse tovább a hitelt. Aki ezt nem kérte, annak automatikusan fel lett függesztve, de aki eddig fizette, és ezután nem szeretné fizetni, annak jelezni kell a bankja részére, hogy szeretné felfüggeszteni a hiteltörlesztését, és ugyanúgy év közepéig ugyanúgy fel lesz függesztve a hiteltörlesztése. Ez nagyságrendileg hány háztartást érinthet? Hát az előző, a mostani érvényben lévő december 31-ig tartó hitelmoratórium 1 millió 600 ezer hitelre vonatkozott. Ez több mint 3 millió embert érint, tehát 1,6 millió háztartást érintett ez a hiteltörlesztési moratórium. Én azt gondolom, hogy most már, hogy kezd a munkanélküliség ugyanúgy csökkenni, most már ezt kevesebbet fog érinteni, kevesebben fogják igényelni a hosszabbítást, de úgy számoljunk, hogy 7-800 ezer hitelre ugyanúgy kérni fogják a hiteltörlesztési moratóriumot.